kötél a hirdető oszlopon, a reklámtáblát védelmező tétova biztonsági őrök és bizonytalan oszlopbontók a Bocskai úton, így kezdte a Budapest közút elbontani a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahir City poszter reklámoszlopait. Milyen alapon tart föl? Nem én tartok. Hát miért ki jött erre? Egy tilosban parkoló mérges autós a két gyerekével ragadt bent a bontást végző teherautó mögött a kocsijával, rendőrt is hívott, végül kiengedték. A rendőrök kijöttek, az oszlopot üzemeltető cég is kihívta őket. Cég hozzá fogott mondani a hirdető oszlopainkat, mi pedig szeretnénk a saját tulajdonunkat megvédeni. És ehhez a tulajdonvédelemhez kértük a rendőrségi segítséget. A fővárosi közgyűlés még szeptemberben döntött arról, felbontja a szerződését a hirdető oszlopokat üzemeltető Mahir City poszterrel. Az volt az indok, hogy a 2006-ban kötött szerződés előnytelen a főváros számára. A cég szerint a döntés jogtalan volt, pereltek, az oszlopok bontását mégis elkezdte a főváros. Nem szeretnénk, hogy elszállítanák, tehát azt nem fogjuk hagyni. Tehát ezt itt elég sok biztonsági őrt hívtunk ki, akik megvédik a Mahir City poszter tulajdonában lévő oszlopokat. Amennyiben elszállítják, ez állítunk szerint... Hosszas egyezkedés kezdődött a bontást végző Budapest közút, a cég és a rendőrség között. A rendőrök minden szerződést és határozatot lefotóztak, de úgy döntöttek, nem avatkoznak közbe. Én annyit tudok csak kérni, hogy annyit kérek önöktől, hogy munkálatokat erőszakban akadályozzák. Ezt pedig nem tudom megígérni. Akkor fogják akadályozni, az azt jelenti? Hát nyilván megvédjük a saját tulajdonunkat. Végül csak két biztonsági őr és a cég ügyvezetője állt az oszlop mellett, amikor kiemelték a helyéről. Hátrébb, uraim, ez 8 méter, ez a szar oszlop. A Mahir City poszter rongálás miatt feljelentést tett. A cég ügyvédje szerint a bontás előtt meg kellett volna várni a bíróság döntését arról, jogszerű volt-e a szerződés felmondása. A bíróság jogosult csak megmondani, hogy ez a felmondás érvényes volt, vagy nem volt érvényes, és addig senki nem jogosult ezzel szemben intézkedni. A Mahir City poszternek csak nem 650 hasonló oszlopa van városszerte, szinte egyeduralkodó volt ezen a hirdetési piacon. A cég tulajdonosa a milliárdos Simicska Lajos, aki sokáig kiváló kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral, tavaly azonban megromlott a viszonyuk, a vállalkozó cégei pedig azóta egyetlen közbeszerzést sem nyertek.